Ez itt a Future Talks, én Krizsol Szilvia vagyok, és hogyha önöket is érdekli, hogy mit hoz a jövő, akkor javaslom, hogy iratkozzanak fel csatornánkra. Hát az értelemszerű gomb megnyomásával ez meg is tud történni. És hát rögtön beszélgessünk arról, hogy milyen lesz majd 10, 15, 20, 30 év múlva gyereknek, szülőnek, egyáltalán embernek lenni, és akit elhívtam, nem más, mint Ibenszky Moni Liza, a felelős szülők iskolájának ügyvezetője, aki egyébként sportmentál tréner és life coach, és meg tudnám sorolni, hogy mi minden vagy, Móni. Sőt, Liza, mert ugye ez nálad mindig ilyen, hol Móni, hol Liza, de inkább Liza. Ami engem foglalkoztat, és én nem szeretnék politizálni, ebben a műsorban nem szoktunk politizálni, én ezt meghagytam a múltamnak, mint politikai újságíró, de ezt nem tudom nem megkérdezni, hogy mit gondolsz arról, hogy le kell adni a gyerekeknek a mobiltelefonokat, amikor megérkeznek az iskolába. Hát igen, ugye ez egy friss dolog, amivel itt a napokban szembesült sok mindenki, és már előre persze, ahogy volt, elkezdtük magunkat puffolni ezen, hogy majd mi lesz. Szerintem a gyerekek kevésbé izgultak egyébként ezen, bár azért teszem hozzá, hogy a 21. századi gyerekeknek a szerves része, ha nem is test része, az okostelefon, az a másképp, hogy okosan használják el. És akkor itt jön az, hogy mennyire segít a tiltás. Bizonyos szempontból, és én nagyon szeretem a pro és kontrát megnézni, hiszen ez a coachingban is, meg a tréningeken is nagyon előjön, hogy a polarizáció. Ami szerintem hátrány az az, hogy ezt lehetne okosan használni. Nyilván nem mindegyik tanár tudja úgy az IKT eszközöket használni, úgy gamifikálni, úgy játszani, csoportmunkába bevonni, hiszen hát millió tartalom van fönt, és ugye ez egy nagyon nagy felelősség, hogy válogatunk ebből. Nagyon jól lehet kettcsinálásra, motivációra, akár csak a tanóra töredékébe is, vagy egy csoportdinamikába bevinni, keressetek rá valamire, nézzük meg a kontextusát, és az érdeklődést felkelteni. Arról nem is beszélve, hogy mennyire szeretik a gyerekek a Redmentát, a Kahootot, azokat a típusú kvízjátékokat, ami megint csak egy nagy tananyagot ölel fel, és elindul a bennük levő motiváció, ami ugye a coach-al tanításnak. Nem mindegyik tanárnak módszere ez, nem mindegyik tanár sajátította el, de nagyon sokan vannak, akik borzasztóan jól alkalmazzák. Jelen pillanatban azt látom, hogy ez egyelőre nehézség, hogy ezt hogy fogják megoldani, hogy a krétába hogy vezetik be, hogy most jött egy ötlet mondjuk menet közben, természetesen tudom, hogy megtervezett a tanmenet, de hogy most mennyire jó lenne mondjuk, nem tudom, a lukuluszi lakomákról úgy beszélgetni, hogy van hozzá kép, illusztráció, szöveggyűjtemény, bármi keresés, kezdjetek el dolgozni. Ha ez ugye spontán nem tud működni, már pedig előre be kell jelenteni, akkor ez egy picit nehezebb. Én azért biztos vagyok benne, hogy erre meg fogják találni a megfelelő módot, és nagyon bízom is benne, és kérem is őket, mert a digitalizáció, az online tér nem kihagyható a mai oktatásból, már csak azért is, mert ott vannak olyan audiovizuális tartalmak, ami a mai gyerekek nyelve. Lássuk meg, hogy a frontálisan kiállok, és 45 percen keresztül elmondom a tudás mindenét, ez nem megy át. Hát arra nem is beszélem, és azon meditáltam, hogy azért most tisztelet a kivételnek, de hogy valaki kiáll és frontálisan elmondja a tudás mindenét, nem tudja felvenni a versenyt az internettel, ahol az ő tudásánál valószínűleg sokkal nagyobb tudás van már, világviszonylatban, hát, hogyha nézzük ezeket a dolgokat. Abszolút, arról nem is beszélve, hogy a figyelmi fókusz borzasztóan lecsökkent. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy 8 másodperces órákat kellene tartani. Elég bizarr, mert addig tudunk mélyen fókuszálni. Nyilván ezt lehet fejleszteni, de ehhez az kell, hogy a tanár is és a módszertan is megújuljon. Én azt gondolom, hogy a tanári szerep is nagyon-nagyon átkereteződött. Nagyon sok tanárral dolgozunk, a felelős szülők iskolájának van egy tanárklubja, ahol azzal próbáljuk megsegíteni őket, hogy a módszertant, a pedagógus pályát támogatjuk. És itt ez a fajta változás, hogy egy mentori szerepkör kezd kialakulni. És aki nyitott arra, hogy akár közösen tanuljunk, hiszen mondjuk lehet, hogy egy 60 éves tanár nem az életkora miatt, hanem mondjuk a digitális kompetenciái miatt, és tisztelet a kivételnek, nem annyira tudja alkalmazni az online teret. Akkor, hogyha bevonja a diákjait, olyan projektmunkát ad, olyan feladatokat ad, akkor szinte együtt tanulnak, de a tiszteletettől megmaradhat. Tehát ez a kooperatív minta, amit egy tanár is tud adni, ezt a kooperativitást át tudja vinni a diákok közé is, ami iszonyatosan fontos lenne, ez ettől még a versenyt nem szünteti meg. Nekünk is volt olyan oktatási projektünk, amikor COVID volt, és virtuális múzeum
álomtúrákat csináltunk, a szabaduló szobát a Vasiskanzenbe, és volt olyan, hogy 20 000 diákkal játszottam a nappalimból, a kinyitott laptopon keresztül, megfejtésekkel, játékokkal, a szabadságharcról, a reformkorról, és imádták. Tehát nagyon könnyen tudnak tanulni, ez az ő nyelvük ebbe, ha tetszik, ha nem, én is X-es vagyok, ebben nekünk kell beletanulni, és át kell venni azt a nyelvezetet, amin át lehet adni a tudást, és azt is látni kell, hogy egy csomó mindent, meg azzal, hogy ők nagyon-nagyon gyorsan tanulnak, nagyon sok tartalmat pörgetnek, teszem hozzá trash tartalmakat is, aminek tulajdonképpen semmi értelme, sőt, még ártó is. Ehhez képest nagyon sok tudást, apró tudást fölcsípnek, és ők rögtön alkalmazzák, amit lehet. És akkor itt még egy gondolat ahhoz, amit kérdeztél a legelején, hogy a másik oldala, ami meg szerintem egy picit segíthet a gyerekeknek azzal, hogy elvették a telefonokat, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt a függést letenni. Tehát az, hogy nagyon sokszor vagyunk iskolákban, kamaszok között, hogy a szünet nem úgy telik, hogy már fociznak, jó esetben van olyan is. Mindenki belebújik a telefonjába és nyomkod, mert hogy egész egyszerűen a homlok lebeny, ez a frontális rész, nem annyira érett, hogy az érzelemszabályozást, a függést, az addiktivitást, amit az adrenalint adja a játék, a telefon, a kapcsolódás, azt le tudja tenni. Tehát állandóan az online és az offline valóság között billeg. Hát azért azt lássuk már, hogy ebbe visszabillenni, tehát elmondták a történelmet, Mátyás királyt, nem tudom, a honfoglalás, bármit, közben nem tudom, csetelek, játszok, lövöldözök, meghaltam, bármilyen TikTokot néztem, és utána jön a matek tanár, és akkor megint érkeznek meg a sztoriba. Szóval ennek van egy ilyen jó oldala is, természetesen nagyon jó lenne, ha az önszabályozás működne, és szerintem az is tök oké, hogyha a telefonja benne van a táskájába, kikapcsolt állapotban, vagy repülőüzemmód, nem tudom, de nagyon kemény azért 10-12-14 éves gyerekeknek azt mondani, tehát ez egy nagyon komoly önszabályozó rendszer, hogy ott van, tudod, hogy jó, tudod, hogy valaki írt, valamit meg kell néznem, meg kell mutatnom, de az ott marad. Hát azért mondjuk, amiről beszélsz, ugye szóba hoztad, hogy X-es vagy, és hogy nekünk kell bizonyos dolgokat megtanulni, meg hogy ugye a gyerekeknek még nem annyira fejlett a homlok lemeny, nem annyira érett. Hát hogy mondjam, én is függő vagyok. Én mondjuk nem játékokat, hanem a híreket nézem 5 percenként, abnormális módon. Tehát, hogy ez a fajta függőség, ez nagyon nehéz. Ez nem is tudom, hogy ezt egyébként lehet-e valahogy összetöröd esetleg, és akkor nem tudsz hozzá nyúlni soha többet. Mondjuk nyilván csak a vicc része, ez sem megoldás, de hogy engem azért azt foglalkoztat, hogy hogyan lehet valóban azt megtanítani, hogy normális tartalomfogyasztás az egy nagyon jó dolog, de ha hosszú távon egészséges szeretné lenni, és normális emberi kapcsolatokat kialakítani másokkal, akkor meg ki kell ejteni a kezedből időnként. Talán az önismeret segíthet ebben is, és van úgynevezett digitális önismeret is, hogyha úgy tetszik. Ugye már sőjeltem, vagy mondtam, hogy foglalkozok kamaszokkal egyéni foglalkozásokban is, mentáltréning, önismeret, önbizalomfejlesztés, és bizony-bizony egyre alkalom, amikor ez része akár ennek az egész folyamatnak, arról zajlik a coaching ülés, hogy milyen az ő eszközhasználat, és akkor tök bátran, nyilván ez egy bizalmi viszony, előveszi a telefonját, és ránéz a képernyőidőre, és nagyon sokszor meg szoktam tippeltetni, na, szerinted 1, 2, 10, 20, és nagyon sok megdöbbenés van, de ez a saját felismerésük. De most bármelyik képernyő előtt ülő vagy hallgató minket, ha megnézi a saját képernyődet, szerintem meg fog döbbenni. Nagyon sok eszköz tudja ezt analizálni, hogy mire használtuk. Tehát, hogy most a YouTube-on pörgettünk, vagy a TikTokon, hogy gyakorlatilag csak ez a figyelemrablás van, mert pörgettem a, nem tudom, orvosi váróba. Vannak olyanok, amikor oké, ez időtöltés, szórakozás. De hogy ebben is egyfajta tudatosság kellene, és itt akkor behozom a szülői mintát. Ezt akartam kérdezni, mert tulajdonképpen ugye miről szól a történet? Példamutatásról. Mit látnak a gyerekek, hogy az orvosi váróban, a mindenki. Föld alattin, az étkezőasztalnál, nem tudom, mindenki nézegeti, és nem meri a táskájában tartani, nehogy valamiről lemaradjon. És itt jön be a FOMO vagy a JOMO, ugye ez mind a kettő jelenség, a Fear of Missing Out és a Joy of Missing Out. Tehát, hogy most valamiről lemaradok, mert annyira az online térben élek, és akkor valójában itt egy ilyen kettős személyiségről beszélünk. Mert olyan gyönyörű Insta képeket tudok csinálni, nagyon sok filterrel magam, és nagyon gyorsan megy, és várom a lájkokat, várom a kommenteket, várom azt, hogy ott milyen értékem van, és a valós térben meg nehezebb. Most éppen azt látjuk azért a kamaszoknál, hogy sokkal nehezebb, ez elkezdődött a Covid-nál, a nagyon erőteljes izolációnál, amikor a társas kapcsolatok megtörtek,
amikor minden gyakorlatilag a képernyőn, és húztam jobbra, húztam balra, nem a társkereső oldalról beszélek, hanem most itt akartam-e hallgatni, most éppen a matek tanárt, vagy közben ment itt ez, ment ott az, és nagyon sokan benne ragadtak abba az élethelyzetbe, hogy nincs megküzdési stratégiájuk a beszélgetésre. Hogyha nincs a kezébe a telefon, akkor nem tud eltalálni A-ból B-be, nem azért, mert képtelen lenne, hát föl se néz, meg se próbálja. Azért nyilván, és akkor itt jön a generációs dolog, hogy nyilván mi X-esként mondjuk 60 dolgot tudunk kitalálni, megkérdezem a bácsit, a nénit, lehet, hogy elküld persze tök más irányba, de az is valószínűleg élmény lesz, hát ha útba esik egy pékség. Szóval lehet ennek az egésznek a narratíváját jól értelmezni, de hogy legalább megpróbálni, hogy közösen megtanulni azt is, és ez itt jön be a partneri viszony. A szülőnél is, és akkor nem haverságról beszélek, a tanárnál is, hogy próbáljunk már meg egymástól tanulni. Ki mit hoz, ki mibe születik bele. Ahhoz nekem meg kell mutatnom azt is, hogy figyelj, lehet így is, nem tudom, osztálykirándulásszer, ezért háló, jó napot kívánok, tehát mávot hívok, akkor egy kicsit kitartónak kell lenni, de nem csak az online menetrend van. Vagy nem csak úgy tudok eltájékozódni, hogy meg ott van előttem a Google Maps, és azon megyek, hanem azért vannak emlékeim, tehát hogy nagyon sokszor nem használjuk az agyunkat, egy csomó olyan dologra, amire lehetne, nem biztos, hogy kell, hiszen ott a minden tudó eszköz, de hogy anélkül is van élet, és hogy nem csak az adja meg az értéket és a határokat, hanem tényleg egy-egy mély beszélgetés is, és ezt tényleg látom a kamasz tréningeken, amiken tartunk, nagyon sok felvételi előkészítőt tartunk, stresszkezelés, hogyan menj be, hát neked kell mondanom kommunikációsként, milyen a staff talk, milyen a game face, hogy hogyan mész be egy felvételi bizottság elő, vagy egy sportversenyre, hogy így elnézést kérek bemutatkozni. Szóval, hogy mi az, amit sugározunk, hogy tudjuk magunkat képviselni. Nagyon sok gyereknek nincsen képe önmagáról. Tehát, hogy hát azért mondom, ebben megint csak előjön a szülői felelősség, hát tehát hogy a kiskorban, tehát hogy ezért... Pont emiatt a digitális dolog miatt, hogy erre csúsztatunk arra, beteszünk sok-sok filtert, és ahhoz mérjük túlzottan magunkat, hogy milyen visszajelzés jön kintről. Értem, hogy ez nem könnyű, de hogy ezzel úgy nem foglalkozunk, mert hogy hányas voltál, meg ettél, meg kaptál-e érmet, vagy... De hogy is ez hol van, hogy ő jól van-e? Hát ugye mottótok, hogy boldog gyerekeket szeretnétek hozzásegíteni a boldog élethez. Uh-huh. Azért az érdekel, hogy amikor a kamaszokkal találkozol, coachingban vagy tréningeken, mi az a legnagyobb félelem, amit megfogalmaznak a jövővel kapcsolatban? Mert ugye ezért halljuk, látjuk, hogy félnek a klímaváltozástól, félnek attól, hogy nem találják majd meg a helyüket az életben. Ugye azt sugalljuk nekik mindenhonnan, hogy most azt se tudjuk, hogy milyen munkakörök lesznek a jövőben. Hogyan döntse el, hogyha mondjuk éppen befejezi a középiskolát, akkor milyen egyetemre menjen, menjen egyáltalán egyetemre. Szóval mik a legnagyobb félelmek? Én talán azt gondolom, hogy a bizonytalanság, és a nem vagyok elég jó érzése. És itt megint bejön a szülői, meg az oktatásrendszer felelőssége, vagy a pedagógusé, illetve mindenki, aki a gyerekkel kapcsolatban, mindig azt szoktam mondani, hogyha egy zöldséges bácsi kedvesen ad egy piros mosolygó almát, nyilván jó szándéka, akkor attól szednapja lehet valakinek, vagy csak egy jó szó, hogy ez úgy nagyon kihalt a kultúránkból, nagyon-nagyon darálunk, táblázat szerint élünk, teljesítménykényszerbe, és mindig az van, hogy jön egy problémás gyerek, nagyon nem szeretem ezt a szót összetételt, mert hogy van a probléma, és van a gyerek, vagy a kamasz. Tehát, hogy ez a kettő külön van, és nagyon sok esetben azt tükrözi és hozza, nyilván most nem egy traumatizált állapotról beszélek, ami a családi minta, vagy ami az ő kortárs közösségében levő minta, és bizonytalan, mert nem tudja, egyébként is a kamaszkor egy nagyon érzékeny dolog, hiszen ugye teljes hormon túltengés van, keresi a helyét a világban, hosszú köze, hosszú lába, hát test, hormonok, büdös, minden van ott, ami kell, és nincs jó a magával, tehát van egy testképe, és belülről sincsen képe, és az egész bizonytalanná válik, pláne akkor, amikor iszonyat mennyiségű tartalmat fogyaszt, szüretlen tartalmat nagyon sokszor, és akkor itt van a több száz TikTok csatorna, a csak úgy lehetek értékes, hogy miközben eszek ezt, reelbe közvetítem, mert lefotózom a kajámat, és milyen az outfitem, és most már tényleg odáig jutunk el, hogyha valakinek nem olyan sneakers-e van a suliba, akkor a cipővel kapcsolatos bullying éri, mert hogy nem az értékrend képviselődik kifelé. Na most ebben azért tartsa meg magát egy kamasz. Szóval, hogy nehezebb, én azt gondolom, másabb is, és nehezebb is, nyilván a szülőknek is, mert nagyon sok felé próbálunk megfelelni,
Én két dolgot hoznék be. Egyrészt van ez a fix mindset és growth mindset szemlélet. Mi szerint ugye determináljuk a gyereket, te duci vagy, te tök béna vagy, te siből soha semmit nem fogsz elérni, nézed a kötelet, és tudod, hogy te tök béna vagy, tehát nem fogsz felmenni. Ezt nyomja feléd mindenki, indítatásod sincs, hogy megpróbáld. Ha a growth mindset-t nézzük, a növekedés, a fejlődés szemléletű attitűdöt, akkor meg igenis motiváljuk őt arra. Tehát igen, most duci vagy, gyere, segítek abban, hogy hogyan állítsuk azt össze, hogy lépésről lépésre eljuss a kötél tetejéig, és figyelj, akkor sincs semmi, ha nem tudsz a kötél tetejéig, mert lehet, hogy zseniálisan fogsz úszni. Na jó, ezt most nem tudom megállni, szóval ez egy ilyen tök személyes dolog lesz, de hogy... A kötél? A kötél! A kötél! Általásiskola! Gyakoroljuk, hogy akkor majd másnap, nem is kötélrúd, kötéres az életben nem tudtam fel, a rúdra sem nagyon. Szerintem ketten vagyunk már. És akkor volt azt hiszem hetedikes voltam tornaterem, és akkor mondták, hogy akkor most lehet gyakorolni a rúdra mászást, mert majd a következő órán lesz az osztályzás. Ki szeretné gyakorolni? Mondtam, én szeretném gyakorolni. Uh-huh. És elindultam a rúd felé. És hogy kinéztem a tornaterem ablakán, ami az iskola udvarára nyílott, láttam így hetedikes lányként, hogy ott áll az iskola összes fiúja az ablakban, és néznek befelé. És akkor azt mondtam magamnak, hogy ez nem létezik, hogy én nem ásszak föl erre a rúdra, mert annál kell. Figyelj, nem tudom, hogy csináltam. Fölmásztam, lejöttem egyben épségben, a barátném, az osztálytársaim üdv riagásban törtek ki, tapsvihar és minden, hogy na hát a szélvé megcsinált, még sose láttunk tőle. Majd másnap, amikor jött az osztályzás, és már nem volt ott a motiváció, mert senki nem állt az abba, soha többet nem mentem föl. Tehát ennyi, de mindig megkaptam az ötös tornába, hogy legalább igyekszem. Tehát nagyon béna voltam, de hogy legalább igyekszem. Jó, hát ez a saját magadhoz mérsz, de figyelj, ez is egy fantasztikus, mert hogy fejben dől el. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, ami betiriger el, és erről nekem is az jutott eszembe egyébként, hogy egy nagyon magas toronyból kellett a vízbe ugranom, egy olyan helyen, ahol így csak lenéztem, és mondtam, hogy vége, és egyszer csak lenéztem, és ott edzett a férfi vízilabda válogatott. Hát hogy ne? Az más kérdés, hogy utána hány óráig fogtam be az orromat, és mi ment föl is le. De szóval, hogy igen, hogy mi a motiváció? Igen. Tehát, hogy ez a nem mindegy, mert egy csomószor meg tudja az ember haladni önmagát, de ez a determinálás, hogy te ebben rossz vagy, és reméljük legalább mellé teszik, hogy miben jó, nagyon sokszor nem, ez nem oké. Tehát, hogy ne azt dicsérjük, és nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy a versengés, hogy ahhoz hogyan állnak hozzá a gyerekek, hogy a versengésben, és nap mint nap versengés van, tehát már onnantól kezdve, hogy született meg, milyen fotó került ki, milyen babakocsia van, tud-e futni, úszni, kúszni. Jó, de ez azért nem a gyerekek versenye, hanem a szülők versenye, azért mondjuk ki. A szülők versenye is, és az egész társadalmunk versenye is, amit lehet tombítani, de akkor inkább azt mondom, hogy az ilyen, nem a szó szerint versenyről beszélek, hanem olyan helyzetekben, ahol meg kell állnod a helyedet. Be kell jönnöd egy vizsgára, el kell mondanod, lehet, hogy nem tantárgyit fognak kérni, hanem azt várják el, hogy te igen, öltözz fel, tudjad elmondani, amit szeretnél. Egy csomó mindenre fel lehet készülni, és nagyon-nagyon sokat számít, csináltak a Fülöpvántályék egy nagyon jó kutatást a versengésről, és az egy dolog, hogy vannak ugyan olyan gének, amiben születünk. Tehát, hogy versengő típus vagy, vagy inkább versenyt kerülő. És itt nem csak a sportversenyekről beszélgetek, és hogy mennyit számít az különböző kultúrákban, hogy ehhez hogyan állunk hozzá, és ami a kutatásnak az eredménye, hosszan most nem mondom, az, hogy nem feltétlenül az iskolai környezet, még nem is az, hogy versenyistáló vagy nagyon megengedő alternatív pedagógiai módszer, hanem egyrészt, hogy mit lát a szülői mintát, tehát a családi attitűd, ugye jó esetben van egy két szülő, aki hozza és eltérőt is, de az, hogy neki milyen megküzdési stratégiái vannak, hogy milyen klímában, milyen versenyklímában nő föl, hogy mondjuk olyanok közé teszik be, hogy lehetetlen megugrani, tehát, hogy ott, igen, tehát, hogyha nem lehet felmenni egyáltalán arra a rúdra, vagy nem lehet megugrani azt a szintet, akkor neki se áll. Tehát az, hogy milyen környezetbe tesszük be a gyereket, az nagyon befolyásolja azt, hogy neki lesz-e motivációja. A másik, hogy megtanítjuk-e arra, hogy ő hogy működik.
mert nagyon sok versenysportolóval dolgozok, élsportolók, kamaszok. Van olyan, aki úgy tud föllépni a pástra, hogy előtte meditál, mert neki egy belső fókusz kell. Van, aki meg úgy oszlatja el mondjuk a stresszét, a feszültséget, hogy csacsog. Mindenki az odalép, kapcsolódik, azért, hogy ne arra kelljen fókuszálnia, hogy 2 perc múlva van élete 2 perce. Vagy hogy éppen mit fúj a bíró, vagy mit mond a tanár. Tehát, hogy szét lehessen szállazni azt, hogy mi szól rólam, mi az, amit tudok használni és beépíteni, és mi az, amit nem. És nyilván nagyon nehéz, mert a tanmenet, az az iszonyat mennyiségű tananyag, 45 perces órák, ez a keret nem nagyon tesz erre lehetőséget, vagy ad lehetőséget, de én azért hiszem, hogy nagyon sok tanár kollega a saját személyiségével, a közösségformáló programokkal próbál ebben differenciálni, és azt a fajta diverzitást, hogy te ebben vagy jó, én ebben, ezt összefésülni, mert valahol én azt gondolom, hogy a jövő oktatása, a jövő szemlélet, a jövő vezetőinek ez az egyik legfontosabb skillje, hogy olyan csapatot tudjanak összetenni, amire rálát, hogy ki kivel hogyan tud működni, és egy kooperatív versenyhelyzetet létrehozni, ahol együtt is működünk, de abban versenyzünk, hogy minél jobban tudjunk együtt működni. Szülőként szerinted miben kell most fejlődni, hogy mondjuk 5-10-15-20 év múlva ott tudjunk lenni támaszul a gyerekeinknek, és ugye ebből a, most ugye, jó, most mind a ketten X-esek vagyunk, hát mondjuk kérdezem, most ezen nincs mit szépíteni, de vannak az Y-os szülők, és mindenkinek mondjuk más korosztályban van a gyereke, tehát nyilván most a 18, vagy éppen a 6 éves gyerek 10 év múlva, 20 év múlva egészen más élethelyzetekben kell, hogy legyen, de szülőként hogyan és mit lehet tanulni, és közben fejlődni úgy, hogy azt is mondjuk ki, hogy a mindennapos robot, a nem tudom, megfeszített és 10-12 órás munka, meg még a háztartás, meg még a nem tudom micsoda, az azért nagyon sokakat eltántorít attól, hogy és akkor most még arra is figyeljek, hogy akkor most fejlesztem magam. Igen. Hát örökérvényű nekem Vekerdi tanár úrnak minden mondat, azért sokszor sikerült interjút készítenem vele, és amikor megkérdeztem tőle a módtónkat, a hogyan neveljünk boldog gyerekeket, gondoltam, hogy most már tudom az igazságot. Rám nézett mélyen, és azt mondta, hogy azt a szót, hogy boldog törlöm. Csak olyan gyerekeket kellene nevelni, akik néha kutyául küszködnek, de megértik azt, hogy eljutnak egy-egy pontra, ahol megnyugszanak, és mennek tovább, boldogulni tudjanak. És azt is hozzátette, hogy egyébként, ha már ezt a szó összetételt használjuk, hogy boldog gyerek, hogy csak boldog szülők tudnak boldog gyerekeket nevelni. És szerintem valahol itt van a kutya elásva, hogy saját szülői önismeret nélkül, mintaadás nélkül, kapcsolódás nélkül, ami először hát rossz hírem van önmagunkkal, jó? Tehát bele kell nézni abba a tükörbe, lelki tükörbe, fizikai tükörbe, és egy kicsit így időt adni magunknak arra, hogy most akkor én hol vagyok ezzel az egésszel? Mi az én prioritásom? Hol tudok töltődni? Tehát egy szülői önismeret, az, hogy ránézzünk a családi kapcsolatunkra, az értékrendre, a ritusokra, hogy a mi családunkban milyen narratívák vannak. A reziliencia, az alkalmazkodás, rugalmas alkalmazkodó képesség a gyerekeknek az egyik legfontosabb soft skill-je. Ezt egyrészről, javarészről a családi mintákból hozzák. Hogy és akkor behozom Kádár Ancsát, akivel mi sokat dolgozunk, mi vagyunk a kovácsék, akik mindig minden elkésnek, elrontják, elpénzelik, és akkor ott vagyunk a nyomorunkban, amit magunknak, vagy mi vagyunk a kovácsék, akik ugye mindig elkésik a vonatot, de tök jó, mert mertünk inni egy kávét, még nyitva vannak a boltok, és akkor boldogsággal felszállunk, megnézegetjük, és viszünk nem tudom, a nagymamának is. Tehát, hogy a narratíva az, hogy mi de lehet élünk. Mi a kovácsék, akik még nem késnek el, hanem ott vannak időben, és ettől boldogok, hogy... Na, de látod, ez egyébként tök fontos, amit mondasz, mert olyan célt, most én leszek a kovácsek, jó? Tehát, hogy én nekésre kell valahol, az nagyon-nagyon ritka. Tehát, hogy olyan célt tűzzünk ki, ami reális, és tényleg ez az algoritmikus gondolkodás, hogy lépésről lépésre. Ezért nagyon jó azok az eszközök, amivel mi dolgozunk a sportmentál tréningben, a mind map-től kezdve egy csomó, van egy célunk, és ahhoz vezető lépéseket step by step, és igenis meg tudjuk veregetni a vállunkat, ha valamiben fejlődtünk. De egy maratonra felkészülésnél sem rögtön a 42 szeretnéd lefutni. Egyébként nekem van olyan ismerősöm, aki soha semmi, esküszöm, semmit nem futott, eldöntötte fejben, hogy ő elindul a maratonon. Nagyon komoly. Figyelj, lefutotta. Egy 20 éves gyerekről lefutotta. Tehát, hogy így, és azon gondolkoztam, hogy azért ez, szóval ott fejben kell lenni. Jó, ez nagyon ritka. Hogy némi nemű sport múltja lehetett, vagy semmi, fizikai adottság. Tényleg nem, tehát most tök nagyon érdekes, és nyilván nem ez a követendő példa, tehát most ezt csak azért mondom, hogy nagyon érdekes dolog, hogy néha
tényleg vannak olyan élő példák, akik egyszerűen valamit eldöntenek fejben, és megcsinálják. Nyilván az a normális, hogy fölkészülsz hosszú távra, és lépésről lépésre, és ez az általános, csak hogy ezt most arra akartam visszacsatolni, hogy azért van olyan, hogy tényleg eldöntött fejben is megcsinálod. Igen, szerintem egyébként ez tök jó, mert ez egy kicsit ilyen csoda, ami betriggerelhet. Most néztem a paraolimpiát, és volt egy olyan triatlonos, egy hát a korai srác, igen, akinek ilyen válcsonkjai voltak csak, és leúszta a szajnát, és így nincs magyarázat. De van egy nagyon mély belső megélésed, hogy na, hogyha neki, akkor nekem, akkor mi bajom van nekem a mindennapokkal? Tényleg? Tehát az a bajom, hogy most nem tudom, nem találom a másik ruhámat, vagy a telefonom, vagy elvették a tetőt. Nem, tehát hogy ennek az átértékelése, és akkor itt jön az, ami tényleg a legfontosabb, szerintem a kapcsolódás minősége, elfelejtettünk kapcsolódni. A természettel, magunkkal, nagyon ez a túlárasztás van, amit általam nagyon kedvelt Csányi professzor mindig, hogy hát melyiket szeretnéd ebből a 478-ból, és lehetőleg azonnal. Igen. Szóval, hogy álljon már le egy kicsit, egy picit lépjünk vissza, ehhez nyilván a szülőnek kell először visszalépnie, hogy ha neki a művészet, ami visszatölti, ha a mozgás, ha csak azt, hogy 5 percig, nem tudom, felteszi a lábát, ha este ereszt egy kád fürdőt, és megiszik egy fröccsöt, nem tudom, de hogy a gondolatainkba egy kicsit menjünk vissza, és próbáljunk valami sorrendet tenni ebbe az egész rendszerbe, és akkor tudunk kapcsolni, akkor meg tudjuk teremteni, mert mindig azt látom, hogy mentálisan nagyon-nagyon fáradt mindenki. Ugyan szeptember elején vagyunk, de már nagyon sokan csekkoltak úgy be hozzám, hogy fiam, már elpufogtattuk a teljes nyarat. Hát mondom, mi lesz egy akkor októl? Alatt, igen. Nagyon kemény. Szóval, hogy azért, és vannak olyanok, akiknek azt kell, hogy betervezik a naptárjukba, itt nincs semmi, ez van beírva, nincs semmi 2 órát. Jó, tehát bármit csináltunk. Időt muszáj szánni erre, és hogy sokszor mondják azt a fiatal, hogy unatkozunk. Hála Istennek, tehát hát, ha jön néhány gondolat, ami kicsit előre mutat, de hogy mi is elfejtettünk unatkozni. Hogy mikor ült le bárki egy padra, nem tudom, a Margit-szigeten, a várba, a tengerparton, és csak úgy révült, hogy most akkor hol vagyok, hogy vagyok, mi a célom? Képzeld, én ezt rendszeresen csinálom. De jó. És rendszeresen jön a gondolat, hogy na micsoda egy mi haszna valaki vagyok, aki csak úgy van. Pedig egyébként tudom, hogy kicsit, most már nem fekszem ki, mert már nagyon bőrtudatos, vagy egészségtudatos vagyok, de mondjuk kicsit kifekszem a napra. Aha. Becsukom a szemem, és valahogy a sugarak, ahogy áthatolnak, és tényleg akkor jönnek a gondolatok, és teljesen elfelejtem a világot. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog. Hát szerintem ezt nagyon fontos lenne átadni a gyerekeknek. Van, aki meditálni tud nagyon. Nekem a futás és az úszás olyan flow élmény, Csíkszentmihályi Mihály után tudjuk szabadon, hogy ez egy borzasztó jó ott és most, vagy itt és most állapot, amikor úgy ürül minden, amikor így azt érzed, hogy akár, tehát nyilván ehhez meg kell lenni a rutinnak, a levegővételnek, tehát hogy ne azon gondolkodj, hogy most hogy nem fulladok meg a vízbe, a nem tudom, x-edik kilométernél, de hogy tényleg egy olyan flow állapot, ami szinte már az alfa, és hogy ezt is tökre meg lehet tanulni, van gyerekagykontroll, van jóga, tehát hogy kamaszoknak, én nagyon sokszor, amikor tréninget tartunk, és már nagyon zsizsegnek, mert azért, hát azért ott van nagyon sok figyelemhiány, rám figyeljenek ezt, kicsit máshogy fogalmazzák meg. És akkor van olyan, hogy relaxálunk, és mindegyik azt mondja, hogy annyira jól esett, és bele tudnak simulni. Tehát, hogy jól esik nekik, csak ezeket a módszereket nem feltétlenül tapasztalják, tudják, másolják a szülőkről. Liza, képzeljük el, hogy mondjuk 20 év múlva ülünk és beszélgetünk. Szerinted milyen lesz a minket körülvevő környezet? Mert ugye ez egy nagyon érdekes dolog, a kislányom alternatív gimnáziumban jár, ott az a motto, hogy a gyereket nem az életre neveljük, a gyerek él. Ami nekem nagyon-nagyon tetszik. De mégis jönne majd a pályaválasztás, vagy jön az egyetemválasztás, tehát mégis valahogy be kell helyezkedni abba, hogy te hova szeretnél eljutni. Te mit gondolsz? Tehát nyilván nagyon-nagyon sokat olvasol, nagyon-nagyon sokat látsz. 20 év múlva mi lesz az a világ, amire nekünk valamilyen szinten készülnünk kell? Hát én a szockélekbe hiszek nagyon. Abba, hogyha van egyfajta nyitottság, alázat, akár azt is mondom, hogyha ezt a közszolgálati munkát mondjuk nem úgy csinálnánk, mint kötelező, hogy valahova majd elmegyek, azt 50 órát leigazolnak, hanem próbálnánk a gyerekeknek megmutatni azt, hogy milyen mondjuk egy idősek otthona, milyen egy
egy kórház, milyen egy állatkórház. Tehát, hogy ha együtt élhetnénk azokkal a dolgokkal, nem csak a pláza, és nem csak az iskola, és nem csak az a külső értékrendiség, akkor sokkal inkább nyitottak lennének arra, hogy mindenkinek lehet más az útja. Mert a természetközeliség, a kreativitás, az, hogy valaki alkot, és abban jól érzi magát, és másoknak meg szépnek tartják, tehát rögtön egy kereskedelmi és biznisz részre megyünk. Vagy arra, hogy valaki attól tud, viszonylag sokat forgattam mostanában mozdonyvezetőkkel, és hogy így... Miért a mozdonyvezetőkkel? Hát, mert pont ilyen közlekedési dolgokról beszélgettünk, és csak egy példa jutott eszembe, hogy számomra az a műszaki terület nagyon-nagyon más. Oktatásról beszélgettünk, hogy ott is mennyire mások a generációs kihívások. És ezzel csak így elkezd mesélni olyan gyönyörű szavakkal nekem, hogy a reggel felkelsz, hajnal van, és átszökel a szarvas a síneken, és ott álltam, hogy tehát mindenki másba látja meg a gyönyörűséget. Nyilván itt az AI, pontosan tudjuk, nagyon sokan félnek attól, hogy az ő munkájukat elveszi. Persze, tehát ami robotizálható, ami standardizálható, az igen. De én azt gondolom, hogy az együttműködést, a csapatmunkát, hogyha megtalálja azt, hogy ő miben tehetséges, hogy ő mit tud hozzátenni ehhez, hogy értékes, hogy elfogadja, hogy ő úgy, ahogy van egy saját kis individuum az összes sajátos jelzőjével, és abban tud fejlődni, fejleszteni, hogyha rálát, rácsodálkozik a világra, akkor én biztos vagyok benne, hogy tudunk olyat teremteni, amire szükség lesz. Tehát nem csak a standard dolgokra van szükség, mert nagyon klassz az, hogy egy gyógyszertárban a robot jön, kiveszi, kiadja, oké, ehhez is kell egy mérnök. Tehát szerintem azért az emberi gondolkodásra, agyra, szenzorokra, mentális dolgokra, empátiára, kreativitásra mindig is szükség lesz. Jó, de hát most ugye azt mondod, hogy a mesterséges intelligencia ki tudja váltani azt, ami standardizálható. Oké, de hát látjuk, hogy riportokat készít, hírolvasóvá válik, hogy zenét szerez, hogy klippeket csinál, tehát egy csomó olyan kreatív alkotási folyamatot meg lehet csinálni már emberi beavatkozás nélkül szinte. Akkor mégis van az emberben egy félelem, hogy oké, de akkor mi lesz 20 év múlva? Félelem mindig is van, bennem is van, és nem tudom a választ a kérdésedre, mert tudnám, akkor már nagyon gazdagok lennénk itt mindannyian. Igen, ahogy megtudod, léci szója, okay. Abban a pillanatban, szóval ezt azért ne felejtsük el. Én azt gondolom, hogy a félelem az sokszor segíti, és az eligazodást meg bénít is. Ugyanúgy ez az üs vagy fuss érdezet. Tehát, hogy ha nem tudunk, azt tudjuk, hogy lépést kell tartani. Azt tudjuk, hogy nem elzárni kell a ChatGPT-t, vagy az AI-t, hanem megtanítani, használni. Nem mindig ős ellenséget kell ezekbe. Azért, mert újdonság és változás, a változás mindig bizonytalanságot hoz. Azt érdemes szétszállazni, hogy mit tudunk a magunk hasznára alkalmazni, mire van hatásunk. Ez mindig ezt szoktam mondani a kamaszoknak is, a középvezetők és ugyanúgy dolgozom, vagy karrierváltókkal, hogy oké, félhetünk attól, hogy holnap mi lesz a fizetés és mi lesz a munka, de erre most nincs hatásunk. Amire van hatásunk, hogy ebbe meg ebbe fejlődjünk, hogy szükség van nyelvekre. Igen, tudom, vannak tolmácseszközök, és kiválóan tud lefordítani bármit az AI, de az emberen közötti kommunikációt, amikor tudod, hogy egy partnerrel egy üzleti tárgyalást is megértesz, meg este megisztol egy pohár bort vagy egy kávét, azt nem fogja tudni kiváltani. Vagy azt, hogy a sportban hogyan dolgoznak együtt. Az edző, a mentáltréner, a gyúró, a masszőr, ott lesz az a víz, ott lesz az a pálya, ott kell teljesíteni abban a percben. Én biztos vagyok benne, hogy az emberi létnek sokkal magasztosabb eszméje van és iránya, és hogyha az ember ebbe bízik, akkor elkezdi saját magát is építeni. Tehát az, hogy mindent szétanalizáljunk és rettegve éljünk, az bénít. Ezt mi dolgom van vele, mi a felelősségem, és mi a szerepem ebben. És hogyha ebben tudok előrelépni, ha tudom használni, akár pedagógusként, akár szülőként, akár gyerekként, akkor ezt tegyem meg, és tegyünk arra teret és lehetőséget, hogy ne tabusítsunk dolgokat, hanem lehessen dolgokról beszélni. Ha családi körben, akkor azért, és ha ez félelem, vagy bizonytalanság, vagy érzés, akkor azért, mert hogy ezeket nagyon könnyen lesöpörjük. Az érzések motiválnak nagyon sok mindent, ha nem is mindent. Ha ezeknek adunk teret és helyet, akkor lesz megoldás is, mert szinte már azzal, hogy elmondjuk, hogy teret adunk neki egy biztonságos környezetben, már nagyon sokszor esetben az, akinek a problémája van, meg is oldja.
Szokták mondani, hogy a cipésznek a cipője lyukas. És most én nyilván nem akarok vájkálni a te magánéletedbe, de te ezt hogy csinálod két kamasz gyerekkel? Te jó vagy? Tehát, hogy amiket tanítasz, amiket megmutatsz másoknak, azt te otthon tudod alkalmazni? Hát itt nagyon tudatos szerepkörváltás van, tehát én édesanyaként nem lehetek coach otthon, sem sportmentáltréner. Én nagyon sokat tanultam tőlük, hiszen sportol mind a két gyerekem, tehát én sportszülőként ott indultam el sportmentáltrénerként. Egyébként, amikor nagyon sok évet eltöltöttem a pályaszélén, és láttam az edzőt, láttam a bírót, láttam a gyerekemet, szerintem senki nem vásárolt annyi mirelit borsót sebre meg balesetekre, mint én, hogy gyorsan jutsuk. De viccet félretéve, hát, hogy onnan indultam el, és nagyon sok mindent megtanultam, akár azzal, hogy milyen egy magabiztos fellépés a pályán, hogyan lehet konfliktusokat kezelni, mi a, mondjuk ha a sportpályánál maradunk, mi az edző dolga, mi a szülő dolga, mi a bíró dolga. Nyilván nagyon nehéz ezt úgy betartani, hogy te is ebben egy szereplő vagy. Amit én tudok alkalmazni talán, hogy a szemüvegeket váltogatom. Tehát, hogy amikor én szülőként vagyok jelen, akkor nem fogok. Akkor nagyon, hála jó Istennek, nagyon sok szakmai barátom van, aki sportmentáltrénerem, például Kenyeres András, akitől én ezt tanultam, viselkedésbiológus, és ugye a vízilabda válogatottnak volt az edzője sokáig, akkor azt mondja, figyelj, légy szíves. Tehát, hogy igénybe veszem azokat a segítőket, akiket én is ajánlok, hiszen szerintem az embernek a saját családjában is, meg a saját gyerekeimmel is kell olyan embereket tenni, vagy szervezni, vagy megpróbálni összekapcsolni őket, akik példa értékrend. Mert egy idő után ugye megváltozik a kortárs hatás, szülőhatás, nekem nagy kamaszaim vannak, én már ott nem tudok ilyen formán rájuk hatni. Szerencsére nagyon jó működő kapcsolatunk van, tehát tudunk működni. Jön azért az a mondat, főleg a kicsit, ne kocsolj el, ne hozd haza a munkát. Jó, ezt most nem. Köszönjük szépen, 103-asával nagyon jól tudok már visszaszámolni. Na, akkor kezd el lépni. Szóval, hogy egy nagyon komoly önismereti munka van egyébként emögött nekem is. Nyilván, mivel sok érzéssel, érzelemmel dolgozunk, én is járok szupervízióba, hiszen ez úgy hiteles, és úgy tudok figyelni, és nem elvinni más problémáját saját magammal. Mindenkinek megvan nyilván a saját batyúja, amire időnként érdemes ránézni, hogy az én saját mentális hátizsákomból, amivel vagy így ilyen hegyen megyek, vagy ilyen, mi az, amit ki kell pakolni, mi az, amit újra kell pakolni. Én ezen nagyon-nagyon hiszem, hogy az újratervezés és az újrakeretezés borzasztóan fontos, de ez tényleg egy nagyon komoly feladat a segítő szakmában dolgozóknak, mert nagyon nagy felelősség, hogy ő úgy tudjon jelen lenni egy segítő folyamatban, hogy ő csak tartja és vezeti, és nem megmondja a tutit, hanem ugye kérdez, és hát hál' Istennek ugye az újságírói mi voltamból ez megvan, hogy kérdésekkel, pszichológiai módszerekkel segítjük a coachit, ugye, akivel dolgozunk, vagy tréningekben is. De ezt nagyon jól látod, hogy ezt nem lehet hazavinni, ez egy teljesen más műfaj, és ami egy jó élmény, hogy próbálom az összeset magam is átengedni, azokat a módszereket, amiket megtanultunk, akár a személyiségelemzés, a konfliktuskezelés, minden más, nagyon nagy megélések vannak egyébként ebben, ami szerintem mindenkinek nagyon fontos, mert úgy tud igazán jelen lenni és segíteni. Ez olyan szép mondat volt, hogy én most itt meg is köszönöm, hogy itt voltál, és nem bízom benne, hogy nagyon sok olyan ember nézett és hallgatott most minket, akiknek bármilyen korú gyereke van, és akkor úgy fölcsillan a szemük, hogy tényleg minden életkorban lehet, és érdemes egy kicsit magunkkal foglalkozni ahhoz, hogy aztán a gyereknek minél többet tudjunk adni. Abszolút, úgyhogy sok sikert, meg erőt kívánok, mert ez nem egy könnyű út. Az önismeret az nem feltétlenül a happységről szól, viszont nagyon sok érdekes és értékes, és én nagyon hiszem, hogy nem mindig a cél elérése a boldogság, vagy hanem inkább az úton tanult dolgok, és azért egy dolgot hagytadják hozzá, hogy ér néha megpihenni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.